A görkorcsolyázók számára a nyár egyik legjobban várt megméretetése volt az Európa-bajnokság, amelynek ezúttal Franciaország adott otthont. 17 ország 350 versenyzője érkezett Valensvárosába. A megfiatalított magyar válogatott elsődleges célja a tapasztalatszerzés és a tisztes helytállás volt. A nemzeti csapatban Szegedi és Tatabányai görkorcsolyázók mellett helyet kapott a Szombathelyi Sportiskola két tehetséges sportolója is. Szabó Laura és Szélinger Benjamin első éves juniorokként érkeztek a kontinens viadalra. Összességében elmondható, hogy egy nagyon nehéz Európa-bajnokságon vagyunk túl. Nagyon sok nagyon jó versenyző van Európa szinten. Igazából a mezőnyt a franciák és az olaszok uralták. A korábbi évekhez képest egy picit a magyar válogatott teljesítménye áll maradt ugyan a, a, a vártól, de sajnos várható is, hiszen nagyon sokan váltott a görkocsára, a nagy gyorskocsajára. Az egész hetes versenysorozatban pályán, utcán és maratoni távon is rajthoz álltak a szombathelyi versenyzők. Tóth Attila tanítványai felmérhették, hol tartanak a sportág legjobbjai, és nekik miben kell még fejlődniük. Az idei Európa-bajnokság a házigazda franciák, valamint az olaszok számára sikerült legjobban. A szombathelyi versenyzők közül Szabó Laura a 10.000 méteres eliminációs megmérettetésen 19. lett, ez az eddigi legjobb eredménye. Klubtársa Szélinger Benjamin az egykörös utcai futamon a 19., az 500 méteres távon pedig a 20. pozíciót szerezte meg. Tóth Attila elégedett volt a versenyzői eredményeivel, ugyanakkor elmondta, hogy nagyobb önbizalommal akár előrébb is végezhettek volna.